Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Bár az kétséges, hogy lesz-e idén megyei értéktárnap, ettől függetlenül a Megyei Értéktárbizottság online játékot hirdetett a tolnai kumok népszerűsítése érdekében. A Tolnai Értéktárbizottság tagja is részt vesznek a játékban, miközben előkészítés alatt áll négy újabb érték anyagának beadása is. A Tolnai Értéktárbizottság 2014 óta gyűjti a város épített kulturális és művészeti értékeit. A bizottság első közt csatlakozott a megyei kezdeményezéshez. A megyei önkormányzat Vára megye elnevezésű értéknapján minden esztendőben be is mutatkoznak. A népszerű rendezvény a pandémia miatt tavaly elmaradt, és az idei esztendő megrendezése is kétséges egyelőre. A szervezők azonban nem adták fel a kapcsolattartást, és egy játékot hirdettek a települések között. A tolnaiak ismét első között vállalkoztak a megmérettetésre. Csináljuk, dolgozzuk, próbáljuk megoldani a jelen körülmények között mindenféle online egyeztetésekkel, meg online tartunk bizottsági, de azért sokkal nehezebb, és miután nincsenek meg a megyei találkozói napok sem, hát azért valamilyen formába kell, és ez az első, hogy ilyen van, én gondolom, hogy ez is már ennek hatására alakult ki, hogy legyenek ilyen játékok, ilyen vetélkedők, hogy azért meglegyen az összetartás, illetve hát a kapcsolat közöttünk mindenképpen. A játékok során a tolnai kumokat kell feldolgozni a résztvevő csapatoknak, és beküldeni a feladatokat a megyei bizottsághoz. A bizottsági tagok mindenki részese akart lenni, úgyhogy öten vannak a játékban. Mi minden hónapban megkapjuk online az anyagot, és akkor szétosszuk magunk között, összeülünk, megbeszéljük, meg kitöltjük. Meg kell keresni, hogy milyen érték lett beadva, ki adta be, mi fűződik hozzá, tehát ezeket lehet feldolgozni, illetve mindig az adott hónapban megadják, hogy mi az, ami bent van az értéktárban, tolnai kumok a mi esetünkben, és azokból lehet választani, hogy mire adjuk azt a bizonyos 5-10 mondatos kis figyelemfelkeltőt. A leírás szerint úgy szól, hogy amikor gondolom, hogy majd a megyenapon, hogy az idén már csak-csak addigra kiszabadulunk, és tudunk találkozni is, akkor lesz ennek folytatása, de ennek a folytatása, mert az itt szerzett. Tehát ezeket a kérdéseket, feladatokat pontozzák, és ezeket a pontokat visszük magunkkal, és akkor ott majd lesz valami, amit nem tudunk. Ehhez azonban az kell, hogy idén legyen Vára megye rendezvény, ez pedig most még vírusfüggő. A játék mellett a tolnaiak tovább dolgoznak értékeik összegyűjtésén is, és erre gyújtottak be pályázatokat. Az értéktárbizottság az nem egy önálló bizottság, hanem a Tolnai Városépítő Alapítvány kuratóriuma kapta meg ezt a feladatot, úgyhogy az alapítvány adott be egy pályázatot a Hungarikumhoz, de értékmegőrzés, tehát kizárólag konkrétan az értéktári feladatokra tudtuk, mert benne van az alapítványnak a tevékenységi körébe ez is benne van, tehát így be tudtuk adni, és kizárólag arra szeretnénk fordítani. És amit mi szeretnénk ezzel megvalósítani, az, hogy eddig 50 értéket vittünk be a megyei értéktárba, és szeretnénk nyomtatott formába is kiadni valami nagyon, ehhez mindenféle segítséget igénybe veszünk, könyvszerkesztőtől fotósig, tehát az, hogy egy profi kiadvány legyen, valamint egy önálló honlapot, amit a városi honlappal összefüggésben működtetni, ahova valamennyi érték felkerül, hogyha bárki akár online szeretné megnézni, akkor ott is minden értékről minden információt megtalál, mindenhez hozzájut, illetve a nyomtatott formában pedig azt szeretnénk, hiszen ez városi értékről beszélünk, hogy a városnak a rendelkezésére áll, akkor hát egy 500 darabos számot pályáztunk meg, népszerűsíteni a tolna értékeit. A bizottság tagjai több témában is készítik előterjesztéseiket, melyeket a Megyei Értéktárbizottság elé tárnak. Rövidesen beadásra kerül többek között a Holduna hídjának története, illetőleg a vízisport, valamint a városi labdarúgás aranykorának emlékei is. Laszlovszky Imre nem csak kaktuszokat és bélyeket gyűjt. A 91 éves Mözsön élő agrármérnök hosszú évekre visszamenőleg meteorológiai adatokkal is rendelkezik. Azt mondja, a természet szeretete, a szabadidő tartalmas eltöltése és egy kis pálinka a hosszú élet titka.
Sórakoznak a kaktuszok a Mözsön élő Lavszkoszki Imre házának folyosóján. Összesen több mint 100 fajta szúrós növénye van, vagy 1000 cseréppel. A legnagyobbak 40-50 évesek. Mert hogy a 91 éves mözsi agrármérnök már a 60-as évek óta foglalkozik velük, miként a bélyeggyűjtéssel is. Azt azonban már kevesen tudják a mezőgazdasági szakemberről, hogy szabad idejében nem csak ezzel foglalkozik szívesen, hanem a meteorológiai adatokkal is. És hogy ez egész pontosan mit is takar, elmondja ő maga. Ebbe folyik bele. Aha. Laszlovszki Imre csillogó szemekkel mutatja meg, hogy milyen edényt használ a Mözsön lehullott csapadék mérésére. Tehát abból az edényből kellene beönteni, és ez körülött akkor minden alkalom, tehát minden nap körülött volna mérni, hát pont 3-4-7-kor az az előző napit, hogy mennyire. A mezőgazdasági kertészeti szakember azt mondja, mindig is szívügye volt a természet, hiszen ezért gondozna ápolja a különleges kaktuszokat is. Így az időjárás figyelése sem esett érdeklődési körétől távol. Úgy kezdődött, hogy a piacon egy asszonynal beszélgettem, és ő mondta, hogy gyűjt a meteorológiának adatokat, és azok állítólag várnának több helyről is, hogy valaki... még mérne, és akkor írtam nekik, csak egy jó pár hónap múlva ezt csak megjelentek, és mondták, hogy szívesen veszik, hogy ezen a területen is mérnénk nekik hivatalos adatot, és akkor hozták az edényeket, mindent, és ez 1999-ben volt, és akkor azóta rendszeresen szolgáltattam adatokat nekik. Hát annyiból állt, hogy hoztak egy esőmérőt, ami kint van, hogy abból minden nap reggel 3-7 és 7 óra között kellett kiönteni, ha volt előző nap eső, és azt beírni. Akkor még föl kellett írni azt, hogy mikor esett az eső, tehát dátum szerint, óra szerint, hogy reggel 9-től délig, vagy egész nap, vagy valami, és akkor a télen a hó mennyiségét milliméterben le kellett mérni minden nap, hogy hány milliméter volt. Külön még föl kellett írni, hogy mikor volt zivatar, vagy jégeső, vagy ezt mindent kellett írni. Na most ezt egészen 2011-ig csináltam ő nekik hivatalosan. Akkor meghalt a feleségem, és akkor lemondtam mondván, hogy nem tudom, hogy maradok, nem maradok, elmegyek, mi lesz vele. És azóta, tehát 2011 óta már csak saját magam részére illetőleg, hát ha valaki érdeklődik utána, akkor azoknak leadom. A lejegyzett adatokból kirajzolódott, hogy az eltelt évek során egyre szárazabbá vált az időjárás. Legkevesebb esett, az volt 2000-ben 392, 2011-ben 409, 2003-ban meg 479. Úgy érdekel is, mert van egy valami kis kert hátadé, akkor minden látom azt, hogy mikor kellene többet öntözni, vagy kevesebbet, hogy attól függően, hogy mennyi csapadék várható. Most ami még úgy kiírtam, hogy a októbertől márciusig általában kevesebb eső esett mindig, és akkor a 4. hónaptól a 9. hónapig meg a több, de a nagy általánosságban. Ez a, mondhatnám, ezt a 20 év átlagában ez így bevált. Hát az voltak persze akkor is a több volt, de nagy általánosságban ebben az időszakban, tehát a téli, koroszavasziban kevesebb, a nyáriban meg mindig több volt. Elkezdtem, és akkor már az ember csinálja, akkor már mindig valamivel bele fog beleked, akkor ugye önkéntelenül is az iránt élik, mindig többet nézelődik utána, hogy mint alakult valahol, vagy máshol is. Kertész egyetemen végeztem, úgyhogy mondjuk valami egy kicsi közel van hozzá, és abból kifolyólag, hát ugye a növények szeretete, úgy a zöldség, mint a virágfélék. Hát gyümölcs nem, mert kis kertben gyümölcsöt várt, hát egy vagy kettő éppen, ha van, az nem árt. De annak több hely kellene. Laszlovszki Imre tavasztól őszig a kertjét gondozza, ápolja a növényeket. Azt mondja, szereti a szabad idejét tartalmasan eltölteni, imád olvasni, futballmérkőzéseket nézni a televízióban. Az életmódjában a rendszer szemlélet és a mértékletesség dominál.
Hogy tudnám megfogalmazni, mi a hosszú élet titka? Az előbb említette, hogy nem nagyon néz tévét, filmeket. Hosszú élet titka. A legegyszerűbb a fületemben mindig szívlevegőt. Reklám következik, majd azzal folytatjuk a Telena magazint, hogy új stéget építettek a horgászok a Holtágra. A részletekkel jövünk hamarosan, maradjanak velünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Irodát, illetve ipari felhasználású ingatlant keres? Tolnán 3 darab 700 négyzetméteres fűthető csarnok kiadó. Lehetséges ipari vagy egyéb hasznosítás. Az ingatlanhoz iroda tartozik és 12 szobás szállás is kialakítható. A tervek készen állnak. Nem elég? Tolnán a volt laktanya területén 8000 négyzetméteres telken szerkezetkész, háromszintes társasház eladó, szintenként 38-40 lakás, 500 négyzetméteres szúterén, az erőmű közelsége miatt remek otthonteremtési vagy befektetési lehetőség. Még többet szeretne tudni? Keressen bizalommal a 0630 530 22 90-es telefonszámon. Folytatjuk is a Telena magazint. 12 csónak kikötésére alkalmas víziállást épített a Tolnai Horgász Egyesület az Altaripa Szabadidőpark szomszédságába. A közösségi célú 20 négyzetméteres acélstég régi hiányt pótol. A Tolnai Horgász Egyesület új közösségi víziállásának elkészült egy közel egy éves adminisztratív munka eredménye. Engedélyek beszerzése, tervezés és a kivitelező kiválasztásának hosszú sora vezetett elkészüléséhez. A csónakok kikötésére alkalmas vízi objektumnak talán csak a finanszírozása volt egyszerű feladat. Ez 100% saját forrásból, tehát a Horgász Egyesület hál' Istennek nagyon komoly anyagi háttérrel rendelkezik, stabil lábakon áll anyagilag, és ebben a vonatkozásban mindenféleképpen ezt a részét, amit mi úgymond megspóroltunk, azt is szerettük volna nem ténylegesen a halasításba visszafordítani, hanem olyan dolgokra szeretnénk fordítani ezen rendelkezésre álló összegeket, amik ténylegesen a horgászoknak a kiszolgálását célozza. Ilyen víziállás még nem volt az északi Felső-Holtágon. Abszolút hiánypótlónak számít az Egyesület kezdeményezése, hisz ez kifejezetten a horgászoknak készült. Látszik is a kivitelezés vonatkozásában, hogy körbefutja egy szoknya, egy úgynevezett lépcső. Ez az idősebb horgászok beszállását megkönnyítendő terveztük bele, illetve szerint történt a kivitelezés is. És nagyon bízom benne, hogy a horgászoknak a legnagyobb megelégedésére történt a kivitelezés, és nagyon bízom benne, hogy a legnagyobb örömmel fogják használni. Nem titkolt szándékunk, hogy mondottam volt, hogy az első fecske itt a vizen, a mögöttem látható víziállás, szeretnénk még
ha és amennyiben kapunk rá engedélyt, akkor szeretnénk még további víziállást, avagy víziállásokat létesíteni, pontosan e célból, hogy a horgászok kulturáltabban, illetve rendezettebb körülmények között tudják a csónakjaikat elhelyezni, illetve maga az indulás és az érkezés is ilyen hasonló körülmények között történhessen. Bár partról is eredményes a horgászat, de azért a jobb lehetőségekért érdemes ladigba szállni. Ezt mostantól kulturált körülmények között tehetik az egyesület tagjai, akiknek száma egyre nő. Egyértelmű, a horgászati kedv az nőttön nő, számok is bizonyítják. Visszanéztem az adatokat, 2016-2017-re fordulóra körülbelül egy ilyen 5%-os növekmény könyvelhető el a taglétszámban. 2017-2018-ra fordulóan egy 10%, és 19-ről 20-ra egyértelműen látszik, hogy egy 17-18%-os taglétszám növekedéssel számolhattunk, hála Istennek, és ennek megfelelően nagyon komoly mennyiségű hal került a vízbe. Az előző éveket összehasonlítva, nagyságrendileg, hogyha 2016-os telepítéseket hasonlítjuk össze a 2020-ashoz, akkor több mint a duplája került a vízbe, de hogyha a 2019-el vetjük össze a 2020-at, akkor is több mint 50%-os növekmény került bele. Tehát olyan 150%-ot telepítettünk a 2020-ra, a 2019-el összehasonlítva. A távlati tervek között további telepítések szerepelnek, legyen az hal, vagy éppen víziállás. Ez utóbbihoz továbbra is az önkormányzattal való hathatós együttműködésre lesz szükség. Közösségépítés járvány idején és parkosítás. Kettő cél vezérelte a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium vezetését, amikor úgy döntöttek, új tujákat ültetnek el az iskola kertjébe. A munkában pedig az oktatási intézmény tanárai, diákjai és helyi vállalkozók vettek részt. A munka a hideg idő ellenére kitűnő hangulatban telt. Csípős hidegben álltak neki a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai, diákjai a parkot rendbe tenni. A munka nem várhatott, a megvásárolt tujákat el kellett ültetni. Novotné Bán Erzsébet, az iskola igazgatója azt mondja, kertészmérnökökkel való egyeztetés előzte meg az ültetést. Most jöttek meg a tuják, hogy muszáj elültetni őket, mielőtt szegények elszáradnak. Már néhány éve próbáltunk valamit kezdeni ezekkel a 26 éves tujákkal. Tényleg nagyon szépek voltak, úgy kívülről. Nem nagyon lehet velük mit kezdeni, megkérdeztünk szakembereket, kertészmérnököt. Nem, tehát 25 év az úgy nagyjából a maximum, amit ezek a tuják bírnak. Az iskola dolgozói próbálták megnyírni a növényeket, de nem jártak sikerrel. Ezért döntöttek úgy, hogy újakkal pótolják a kivágott tujákat. A gyökere már egészen magasra fölnyomta a talajt, úgyhogy itt a bejáratnál már ilyen csónakkal lehetett közlekedni, hogyha esett az eső. Ha hó esett, vagy nagyon vizesek lettek, akkor lehajlottak le, és törtek ágak. Úgyhogy nem nagyon lehetett már mit kezdeni ezekkel szegényekkel, úgyhogy gondoltuk, hogy kicsit megújítjuk az udvart. Természetesen az önkormányzattal beszéltünk erről, és egyetértettek vele, hogy kicsit szebbé varázsoljuk majd az iskolának a környezetét, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt az alkalom, tavasszal ezt meg tudjuk tenni. Később néhány lombhullató fát is szeretnének ültetni a jelenleg igen kopár parkba. Tavaly is kivágtak a vízművesek egy szép nagy fát, annak a helyére is szeretnénk, és meg ide is, ahol elfér, hogy még szebb legyen a
környezetünk, illetve majd néhány padot is elhelyezünk az udvarban, amikor majd kialakult, hogy melyik fa, melyik bokor hová kerül. Az egyik áramszolgáltató vállalat által kihelyezett dobozok is jelentősen hozzájárultak a munka mielőbbi elkezdéséhez, amiben az iskola diákjai, tanárai, vezetői is részt vettek. A tanulók azt mondták, egyrészt az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot teljesítik ezzel, másrészt szerettek volna valamit tenni az iskolájukért. Hogy fejlődjön az udvara, meg hogy majd évzáron ne a tűző napon kelljen állni, hanem az árnyékba. Ez természetes. Tehát egyébként is már hiányzunk egymásnak, de ez nem volt kérdés. Tehát ahogy jeleztem, hogy kivágjuk a tujákat, és majd kell ültetni, a sorba jelentkeztek. Gyerekek is jönnek majd még, tehát később is, mert hát nyilván nem tudunk mindent egy nap megcsinálni. Tehát jönnek még gyerekek is, kollégák is, de ez nem volt kérdés, tehát ez magától értetődő. A digitális oktatás idején ennek a munkának különösen nagy jelentősége van. A tanárok, diákok örültek, hogy végre személyesen is találkozhattak. Ezért mindenki jókedvűen állt neki a munkának. Hiányzik az egészbe. Nincs meg így a feeling. Meg így igazából a tanulás is sokkal nehezebb. Miben nehezebb? Hát például most így az online oktatás alatt az órákra képtelenség figyelni, mivel ott a gép előttem, és az elvonja a figyelmemet. Március 21-én ünnepeljük a Költészet Világnapját. A pandémia miatt idén nem lehet rendezvényeket tartani, így hát emlékezzünk meg arra az este, melyen Orbán György és Kovács Gábor Pilinszky János verseket adott elő a Tolnai Városi Könyvtárban. Kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál. Egy rúd mered, s a rúd elé emberek fogva húznak egy roppant szegelet, vonják a nő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a bor, az éhség és reszketésük osztozik. Krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik a tájakból a terheket. Csak szószítjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint eleven rétegekben más nyomában inganak. Pilinszky János a Vívódások költője, a 20. század egyik legjelentősebb magyar alakja. Az ő verseit mondta el Orbán György, valamint elénekelte Kovács Gábor. Kettőjük közös estjét egy Szenvedély margójára címmel láthatta és hallhatta a nagy érdemű Tolnán, a Városi Könyvtárban a Költészet Világnapja alkalmából. A költészet egy könyvtáros számára mindig fontos és elsőrendű irodalom. A rendezvény maga az nem most találódott ki. Tavalyi évben gondoltuk azt, hogy április 11-ét az egész kulturális központ megünnepli, hát akkor a könyvtárnak legyen egy kisebb, de ugyanolyan fontos költészetnapi rendezvénye. Így esett a választásunk a Költészet Világnapjára, ami március 21-e, tehát a mai nap. Tavaly a Szekszárdi Gitárkvártetet hívtuk meg egy García Lorca esttel, ami tényleg nemzetközi költészetnapi program volt, és idén
ki másra esetett volna választásunk, mint a két nagy Tolna megyei művészre, Orbán Györgyre és Kovács Gáborra, akiknek egy Pilinszky estjük van, aminek a címe a Szenvedély morgójára. Azért is esett a választásunk erre, hiszen húsvét idejében járunk, illetve ugye a böjti időszakban, nagy böjti időszakra, és hát Pilinszky azért, mint tudjuk, azért rengeteg vallásos témájú, rengeteg elmélkedő verset írt. Ebben az összeállításban viszont nem csak az elmélkedő, a hívő Pilinszkyt ismerhetjük meg, hanem valóban a szenvedélyes Pilinszkyt, akinek a szenvedélye a szerelemtől, a félelemtől, a vágyakozástól és a kínlódástól teljes. Gyönyörű, szép előadást hallottunk. Mi lesz, ha egyszer mégis megteszem? A házatok egy alvó éjszakán. Mi lenne, hogyha rátok gyújtanám? Hogy pusztulj ott, és vesszenek veled, kiket szerettél, együtt vesszetek. Előbb örökre megnézném szobád, elüldögélnék bent egy délutánt, agyamba venném az ágyad merre van, a képeket a fal mintáival, a lépcsőt, mely az ajtódig vezet, hogy tudjam, mi lesz veled és ellened, a tűzvész honnan támad és hova szorít be majd a lázadó szoba. Mert égni fogsz. Nekem személy szerint az egyik kedvencem a mély gondolatai miatt is. És az miatt is jó ez az előadás, hogy a diákkorunkban, gimnáziumban megismert, hogy is mondjam, távoli és élettelen Pilinszky mellett itt egy nagyon érzelemdús, nagyon szenvedélyes Pilinszkyt lehetett hallani. Így kellene. De nem lesz semmi sem. Rám nagyon, nagyon nagy hatással vannak egyébként is a versek, és hogyha egy jó előadó szájából lehet hallani ezeket, akkor különösen megrendítő élmény számomra. Különben olyan egyre egy, a gyilkos nem latolgat, akárhogy is történhetett, te mindenképp halott vagy. Heversz akár a föld alatt elárvult szürke hajjal, kihamvadt sejtjeink között az alvadó iszak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!